Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Költözne a Szeretetszolgálat krízis központja Pécset, tiltakoznak a lakók a hajléktalan szálló ellen. Magyar falu program Gyódon megszépült, megújult a baranyai kis település. Keresztény európaiak és muzulmán törökök összecsapása, 337 éve zajlott a nagyharsányi csata. Magyarországi német darabok így készülnek az idei harmonika fesztiválra. Tiltakoznak a hajléktalanoknak segítő krízisszálló kialakítása ellen az Ispita alján élők. Az intézmény a Megyeri és Mártirok útja sarkán álló ingatlanban kapna új otthont. Azonban a környéken élők féltik a családjaikat, kisgyerekeiket a hajléktalanoktól. Röviden egy pontba. Itt az ispitaljaiak nem szeretnének ide hajléktalan szállót. Így foglalta össze ez a férfi, hogyan vélekednek a város részben élők a közelükbe tervezett hajléktalan szállóról. A Mártirok és Megyeri út sarkán lévő épületet kapta meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Ide költözne át a hírek szerint a krízis szállójuk a belvárosból. Azonban az ispitaljaiak ezt nem szeretnék, féltik a családjaikat. Legfőképpen a gyerekeket. Sok kisgyerek van a környéken, és felügyelet nélkül őket nem szívesen engedjük ki az utcára. Mondja ez a nagymama, akinek a kisunokája gyakran jár erre, mert az iskola után sportolni megy a közeli sportcsarnokba, a műjégpályára. Azt mondja, senki nem kérdezte meg őket az intézmény létesítéséről. Semmiféle felmérés nem történt az iránt, hogy itt egy átmeneti szállás fognak kialakítani, és ezért maximálisan fel vagyunk háborodva, hogy ilyen a lakóövezetünkbe, ahol családi házba élünk, ilyen megvalósul, hat nélkülünk. Azonban a hajléktalan ellátást is biztosítani kell, ezzel tisztában vannak, mondja Grozdics Károlyné. Nagyon sok más lehetőség is van. A Megyeri út itt a soron túl, ahol üzlethelyiségek vannak, boltok vannak, ott nem zavarná a lakóközösséget, hogyha ilyen létesítményt megvalósítanának, de itt sajnos minket ez borzasztóan fog zavarni. És Pitalja képviselője hívta össze a lakókat, hogy tájékoztatást kapjanak a Szeretetszolgálat terveiről. Barkóczi Csaba azt mondja, őt sem értesítették az elképzelésekről korábban. Amit én legjobban sérelmezek az, hogy noha már hónapokkal ezelőtt kezdődött egy egyeztetés az önkormányzat és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat között erről a létesítményről, ahhoz képest, mert ugye június 9-e óta én vagyok a megválasztott önkormányzati képviselője is Pitalja városrésznek, tulajdonképpen a szomszédos házakban élőktől kellett szembesüljek azzal, hogy itt egy ilyen létesítményt tervez ez a karitatív szervezet, és hát a polgármester elfelejtett róla értesíteni. A kialakult helyzetet most már kezelni kell, ezért kezdeményezte a tájékoztatást a politikus, aki azt tapasztalja, hogy a lakók szinte kivétel nélkül ellenzik a szálló létesítését. Azért látva vagy érzékelve a lakosságnak a reakcióját erre az intézményi ide településre, lehet, hogy érdemesebb lenne egy más helyszínt megfontolni, de természetesen most még csak az elején vagyunk az egyeztetéseknek és annak a folyamatnak, hogy a párbeszéd az elkezdődött legalább a lakók és az intézményt üzemeltetni kívánó karitatív szervezet között. Kerestük a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat budapesti központját is, mert helyben nem nyilatkozhatnak, de a sajtónak megadott telefonszámon nem jelentkezett senki. Egyébként a szervezet leírása szerint a 20 férőhelyes krízisszállójuk Pécsen minden év november 1-től április 30-áig nyújt szállást. Ide este 6 órától engedik be a hajléktalanokat, hogy ne a hideg, fagyos utcán kelljen aludniuk. Eddig a Janus Pannonius utcában voltak, de a hírek szerint az önkormányzat kérésére költözniük kell. Ezért kapták meg az ispitaljai házat új helyszínként. A Magyar Falu Program baranyai múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Gyódon. Véleménye szerint egy program akkor hatékony, ha személyes a találkozás és segítségnyújtás az érintettekkel. Országosan a Magyar Falu Program 50 milliárd forint a költségvetésben.
Gyód Baranya vármegye egyik legapróbb falvas települése. Baranyában 300 olyan település fekszik, amely 5000 lélekszám alatti. Ezek a Magyar Falu Program látókörében vannak. A program 2018-as meghirdetése óta rendszeresen járja az országot, a falvakat munkatársaival együtt gyűjti a tapasztalatokat Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Azt mondja, csak úgy lehet hatékonyan egy programot végrehajtani, ha azt a benne résztvevőkkel közösen végzik. Ezért is mondhatjuk, hogy eredményes a program. Baranya vármegyében eddig a 2019-es indulás óta, tehát egy bő egy kormányzati ciklusnyi idő alatt több mint 50 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett a Magyar Falu Program keretében. Ebben benne vannak az önkormányzatok által lehívott pályázati támogatások, különböző életminőségjavító intézkedésekre, intézmények fejlesztésére, utakjárdák javítására, szolgáltatások fejlesztésére. Ebben benne szerepel a falusi vállalkozások támogatása, szerepelnek a falusi csok támogatási összegei, szerepelnek a civil szervezetek, az egyházközségek támogatásai, vagy éppenséggel az állami mellékúthálózat, a falvakat, falvakkal összekötő útszakaszok felújításának a költségei, tehát egy több mint 50 milliárd forintos költségvetésről beszélünk. Gyódon először jár a kormánybiztos. Azt mondja, a település speciális helyzetben van bizonyos tekintetben, hiszen a magyarországi kistelepülések döntő részére az elmúlt évtizedekben az volt a jellemző, hogy folyamatosan veszítettek a népességszámból. Gyód viszont egy másik települési halmazba tartozik, hangsúlyozza Gyopáros. Tekintettel arra, hogy Pécs megyeszékhely agglomerációjába tartozik, önmagában is növekszik a népességszám, hiszen szívesebben maradnak itthon a gyódi fiatalok, és szívesen költöznek ide Gyódra, akár Pécsről, akár a környező településekről. Kifejezetten egy vonzó település, csodálatos településképet kínál. És ezeken a településeken, ezeken az mondjuk, hogy agglomerációs településeken nyilvánvalóan nem ugyanaz a Magyar Falu Program feladata, mint a többi településen. Hiszen az agglomerációs települések azok, annak az agglomerációs létnek az előnyeivel és a hátrányaival ugyanúgy bírnak, és ilyen hátrány például az, hogy azzal, hogy növekszik folyamatosan a népességszám, a település intézményhálózatának is el kell viselnie a szolgáltatás igénybevételének a növekedését. El kell viselnie a többlet terhet például az utakon és a járdákon, sok esetben telkeket kell nyitni, közművesíteni kell, közvilágítást kell bővíteni, óvodai kapacitást kell, bölcsődei kapacitást kell bővíteni, vagy legalábbis biztosítani, közétkeztetést és így tovább és így tovább. Tehát ezeket a feladatokat, hogy is mondjam, talán súlyosabban érzékelik azok az önkormányzatok, ezek az agglomerációs önkormányzatok, ezeknek a kötelező feladatoknak az ellátási kötelezettségét. A Magyar Falu Program elindulás megerősítést jelentett a vidék számára, mely különösen igaz Baranyára, fogalmazott Őri László vármegyei elnök. 2010 után az országnak a polgári kormánya kijelenteni fontosnak tartja a vidéki élet, ebben a perspektíva biztosítását, különösen is fontosnak tartja azt, hogy érdemes legyen a vidéken jövőt tervezni, és én azonban ebben a sorba illeszkedik a Magyar Falu Program is, hiszen olyan helyben megfogadott fejlesztési igények kielégítésére, beruházásokra, kisebb vagy nagyobb beruházásokra nyílik lehetőség a programról, amelyre a rendszerváltás óta a legtöbb település életébe nem volt lehetőség. Schmidt Ferenc Gyód jelenlegi polgármestere elmondta, nagyon fontos, hogy a vezetések között jó kapcsolat alakuljon ki. Gyód is ennek köszönheti, hogy megfelelő mértékben tudott lehívni pénzeket. 86 millió forintról beszélünk, ami az itteni különböző fejlesztésekre biztosították a forrásokat, mert ezt a településünk önállóan nem tudta volna kigazdálkodni. Úgyhogy mindenképpen egy kiszámítható, tervezhetőbb fejlesztést tudtunk elindítani, és ennek köszönhető ez a támogatás, hogy ez megvalósulhatott. A templom, az óvoda, az orvosi rendelő, a temető kálvária, amelyeket megtekinthetett a kormánybiztos és a megyei elnök, mind elismerés a település számára, mondta az alpolgármester, a megválasztott polgármester Medgyesi Antal. A sikeresség, ami Schmidt Ferenc polgármester úr nevéhez kötődik itt az elmúlt 34 év eredményeként. Elhangzott több oldalról is az, hogy mi a jelentősége a Magyar Falu Programnak. Mi az egyik erőteljes kedvezményezettje voltunk a program eddigi részének. Én kérem, biztatom
kormánybiztos urat, hogy hasonló intenzitással készüljenek a pályázati felhívások, írások, és az új képviselőtestület nevében is mi bizton indulni fogunk, és szeretnénk minél nagyobb arányban kihasználni a lehetőségeket. Az októberben hatályba lépő új közgyűlés bízik a kormányban, és a kormánybiztos további támogatásában, tette hozzá Medgyessy Antal. A Harsányhegyi csata 337. évfordulója alkalmából koszorúzást tartottak Nagyharsányban. A szoborpark területén pedig felidézték az összecsapás jeleneteit a hagyományőrzők. A csata a keresztények és a muzulmán törökök között zajlott, ami Európa jövőjét határozta meg a szakember szerint. Török és keresztény csapatok a Nagyharsányi Szoborparkban. A hagyományőrzők a Harsányhegyi csata 337. évfordulóján elevenítették fel a harci cselekményeket. Itt egy nagy pusztításra, a török oldalon nagy pusztításra járó csata volt. Itt nagyon elvéreztek a törökök, és a keresztény seregeknek nagy diadala lett, egy kevés vérveszteséggel, szép vidékünkön. Hát egy nagy térséget foglalt magába, tehát tényleg egy térséget átölelő csata volt, mert Villánytól gyakorlatilag majdnem Siklósig és Eszékig tartott a csatának a területe, így és a lezajlása, mert még utána hetekig kergették a törököket a mocsárba. Korhű ruhában, fegyverekkel, ágyú és muskéták tüzében mutatták be a csatát, illetve előtte még visszautaltak az eszéki ütközetre a nyitó jelenettel. Most maga a Harsányi csatát mutatjuk be, annak a jeleneteit, és hát itt úgy kezdődik, hogy az eszéki hadjáratot, a keresztény seregek eszéki hadjáratával kezdünk, ami az eszék sáncainál ugye nem sikerült, és utána lejátszuk a Harsányhegy lábánál történt eseményeket, ami aznap történt. Ahhoz, hogy itt sikerült a törököket megállítani és véget vetni a megszállásoknak, valamint eszéket visszafoglalni, az egész keresztény Európa összefogására szükség volt. Egy 50 ezer fős osztrák, magyar, bajor, horvát hadseregre. A keresztény világ egy nagy győzelme, de a hazánk felszabadulása is egy 150 éves megszállás után, és azon kívül pedig maga a haza szeretet. Tehát ha belegondolunk, ez a 150 év után pont az ennek a csatának a kálváriája, hogy az itt lévő török csapatok is, ha úgymond, már a hazájukért küzdöttek és a hitükért, és a keresztény csapatok is ugyanígy a hazájukért és a hitükért küzdöttek. Ugyanazért megjegyzem, hogy ez nem a törökök hazája volt, még ha itt is születtek, meg úgy gondolták. Az 50 ezeres keresztény és a 60 ezeres török sereg összecsapása az utóbbi teljes vereségével végződött. 8 ezer janicsár vesztette életét a sáncokban. A csata helyszínén állított emlékműnél koszorúkkal is emlékeztek a Harsányhegyi csatára magyar és horvát résztvevőkkel. Immár 8. alkalommal rendezik meg Pécsen a Harmonika Fesztivált. Az előkészületekre látogattunk el stábunkkal, hiszen ebben az évben egy új felállást láthat majd a közönség. A Harmonika Fesztivál egy hetes programsorozatát koncerttel zárják majd a Kodály Központban. Októberben rendezik majd meg a Harmonika Fesztivált, aminek már sok éves hagyománya van Pécsen. A fesztiválra való felkészülést nem lehet korán elkezdeni, augusztusban indultak a próbák a gyerekekkel. A 8. pécsi Harmonika Fesztiválra készülünk, itt a Lénau házban, mégpedig egy olyan projekttel, hogy szeretnénk egy kis zenekart létrehozni, ami arról szól, hogy az általános iskolás alsó tagozatos gyerekeket is bevonjuk a fesztivál programjába, illetve a műsorba, hiszen egyik egy ifjúsági zenekarunk volt, ami azt jelenti, hogy inkább a felső tagozat, gimnazista korosztály vett benne részt, és most szeretnénk, hogy a kisebbek is szerepet kapjanak. Baranya vármegyéből érkeznek a gyerekek a pécsi próbákra. Augusztusban, valamint az iskolai tanév kezdésével is folyamatosan készülnek, hiszen eddig nem volt példa általános iskolás diákokból álló zenekarra. A fiatalok magas szinten tanulhatják a zenét, 4 kiválóan képzett zeneoktató jó voltából. Igen, összesen 4 harmonika tanár dolgozik, Kémindi Tamás, a Pécsi Liszt Ferenc zeneiskolából jöttek növendékek,
illetve Unstetter Ervin, ő a Himesházi, illetve a Mohácsi Zeneiskolából, és Adócki Aranka, pedig a Bói Zeneiskolai növendékeit hozta, és jó magam Durovics Dóra, én is a Pécsi Liszt-Ferenc Zeneiskolából, illetve a Mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolából hozok növendékeket. A hagyományok továbbadása, valamint az utánpótlás kinevelése a cél, mondta Durovics Dóra. Szerencsére nem csak a tanároknak céljuk ez, hiszen a szülőknek is ez kell lebegjen a szeme előtt. Ebben az évben 24 gyermek érintett a kiszenekar felállásában, ez jó közösségépítő is lehet. Szeretnénk, mindenképp fontos azért is a kiszenekar, hogy az utánpótlást kineveljük, illetve hogy tovább vigyék magának a hangszernek a hagyományát, illetve a nemzetiségi hagyományokat is. Hát különböző nyári táborokkal készülünk, és amint elkészülnek a darabok, ezt rengeteg gyakorlás is próbálőzi meg, akkor szeretnénk részt venni, hát Baranya vármegyében a különböző településeken is, akár műsorokkal, koncertekkel. A Harmonika Fesztiválra magyarországi német darabokkal készülnek a kis zenekarral, de számtalan meglepetést is tartogatnak. A Harmonika Fesztivál egyhetes programsorozata alkalmával a város több pontján is várják a vendégeket érdekes programokkal. A záróestet a Hagyományok a Szíven a Kodály Központban rendezik majd meg október 27-én. A régió híreivel folytatjuk. Nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeinek iskolakezdésére gyűjt a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ. A szeptemberi iskolakezdés költsége megterhelő lehet, a nem használt füzetek, írószerek vagy ruhák nagy segítséget jelenthetnek a családok számára. Augusztus közepéhez érve már nem sokat pihenhetnek a nyári szünetüket töltő diákok, hamarosan beköszönt az új tanév. Az iskolakezdéshez füzetek, írószerek és számos egyéb eszközök szükségesek, ezek pedig alaposan meg tudják terhelni a családi kasszát. Most mivel, hogy az iskola kezdődik, és azt látjuk az ügyfeleink tekintetében, hogy egyre több családnak gondot okoz az alapfelszerelés beszerzése, főleg ott, ahol mondjuk most indul a gyermek az iskolába, ott meg még inkább megterhelő, és gondoltuk, hogy akkor indítunk egy ilyen gyűjtést. Egyébként ezt is már így minden évben szoktuk, és nagyon köszönjük a lakosságnak, mert mindig van egyébként új és új adományozó. A szervezet pénzt nem, csak tárgyi adományt fogad el. Ami lehet füzet, lehet írószer, iskolatáska, toltartó, lehet tornafelszerelés, tornazsák, tehát ami egyáltalán ugye így az iskola kezdéshez szükséges, a színes papírtól az ollóig, a vonalzótól a radírig. Az adományokat a szervezet munkatársai továbbítják majd a rászoruló családoknak. Olyan is előfordult már, hogy valaki, akivel mondjuk nem is biztos, hogy nekünk volt kapcsolatunk, de segítséget kért, azt természetesen ő is kap. Tehát ma tulajdonképpen a mi szolgáltatásaink az egyrészt Szekszárd városban, másrészt a Szekszárd járás területén élő családok számára elérhetőek, és ezeket nyújtjuk, úgyhogy tulajdonképpen bárki kaphat ebből, aki erre vonatkozóan bármiféle igény fogalmaz meg, illetve mi tudjuk, mert hogy hosszabb ideje már kapcsolatban állunk a családokkal, és őnekik pedig célirányosan visszük, illetve velük már előre megbeszéljük, hogy mi az, amit akkor ők fognak tudni beszerezni, mi az, amivel akkor itt az adományok segítségével mi is hozzá tudunk járulni. A felajánlásokat szeptember 6-áig a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központnál a Vörösmarty utca 5 szám alatt lehet leadni hétfőtől csütörtökig 8 és 17 óra, pénteken pedig 8 és 13 óra között. Tamásiban a Pataki Autókereskedés tulajdonosa Pataki István számolt be arról, hogy az idei évben mekkora mértékben esett vissza a használt autók vásárlása az emberek körében, továbbá, hogy melyek azok a négykerekűek, amelyek a legnagyobb a kereslet. A 2022-es, illetve a 2023-as évben 21%-os elmaradás volt jellemző a járművek eladását illetően. Prémium, közép vagy alsó kategóriás autók? Olcsóbb vagy drágább, benzines vagy dízel? Millió kérdés és sok színűség. Mindenki a saját ízlésének, kényelmének, pénztárcájának megfelelően, valamint stílusában hozzáillő járműből válogathat. A témával kapcsolatban Pataki István, a Tamási Autókereskedés tulajdonosa tájékoztatott. Annyira rabszódikussá vált ez az egész, tehát
nagyon-nagyon kiszámíthatatlanná vált, hogy tulajdonképpen néha-néha el is kell gondolkodnunk azon, hogy vajon milyen autókat értékesítsünk, és hogy milyen autók kerüljenek piacra. Nekünk jelen pillanatban egészen az alsó kategóriától, úgymond a legolcsóbb autóktól van a legfelső kategóriás autóig szinte mindenünk a palettánkon. Az autóvásárlás legfőbb szempontja első körben mindenki számára a vételár. Általában mindenki úgy jön, hogy ilyen 250-350, most már azért elrugaszkodtak, és most már 500 ezer forintot is szeretnének adni egy-egy ilyen autóért, amit a napi életben használnak, éppen iskolába, óvodába vinni a gyereket, boltba járni, és ez kisköpcentés benzines kocsikat keresnek többnyire. Ezekből nagyon kevés van, és ezekből nagyon-nagyon keveset tudunk adni. Néha-néha előfordul olyan minőségi autó, de sajnos az autók jelentős része ebben a kategóriában minőségét tekintve nagyon-nagyon rosszak. És ezt mi sajnos nem tudjuk felvállalni. Ahogyan nő az infláció, vele együtt növekszik az eladni kívánt személygépkocsik ára is. Legyen szó használt, vagy éppen új autóról. Ennek növekedése nagyjából 10-15%-ot jelent a használt gépjármű esetében. Azonban kivételt képeznek ez alól a magánszemélyek, akik eladni kívánják használt járművüket. A használt autó piac a nagyon sok ilyen magáneladó miatt tulajdonképpen akiknek ha szükségük van pénzre, illetve az autójuk eladását szeretnék, akkor bizony az értékénél 20-30%-kal kevesebbért is hajlandók odaadni az autót. 90%-ban importtal hozzák be a személyautókat, amikben átlagosan 200-250 ezer kilométer van. Az eladás ilyen esetekben nehezebb. Mi nagyon érzékenyek vagyunk, tehát itt nagyon Magyarországon mindenki nagyon érzékeny a kilométerfutás teljesítményre, és én azt gondolom viszont, hogy ha minőségben az autó a karbantartása és minden előzménye tulajdonképpen rendben volt, akkor az autó is tökéletesen meg tud felelni, akár évekig használható lesz az emberek számára. A tudatos vásárlók különböző megfontolás alapján döntik el, melyik típusú gépjárműre teszik le a voksukat. Vannak, akiknek a színválasztás is egy fontos szempont. A legkeresettebb évjáratok közé a 2007 és 2010 közötti autók esnek árfekvésük miatt. Az elektromos autó jövője még egy minimálisan várat magára. Sokan félnek a használatától, azonban ezzel ellentétben a hibrid autókra egyre nagyobb a kereslet. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Költözne a Szeretetszolgálat krízis központja Pécset, tiltakoznak a lakók a hajléktalan szálló ellen. Magyar falu program Gyódon megszépült, megújult a baranyai kis település. Keresztény európaiak és muzulmán törökök összecsapása 337 éve zajlott a nagyharsányi csata. Magyarországi német darabok így készülnek az idei harmonika fesztiválra. Szombaton folytatódik a forróság, a napsütés mellett elszórtan este többfelé fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Vasárnap egy hidegfront előterében szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként akár hevesebb viharok is lecsaphatnak. A hőmérséklet hétvégén reggelente 23-26, a legmelegebb órákban 36 és 39 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!